A Budafok hárosi baleset 2003. augusztus 10-én 8 óra 57 perckor Budafok háros állomásra behaladó 28 kocsiból álló 83.526-os számú vonatba 12. kocsiként besorozott tartálykocsi az állomás 8B számú váltó kettős keresztezésénél kisiklott. A baleset következtében további hét kocsi siklott, forgóvázaik rongálódtak, s a kocsik egy része oldalára dőlt. Szerencsére a vegyi elhárító szolgálat gyors beavatkozása következtében nyersolaj szivárgás miatt környezetszennyeződés nem történt. Személy sérülés nem történt, azonban a több kocsi rongálódása és a pálya sérülése miatt bekövetkezett kár több volt, mint 50 millió forint és igen jelentős forgalmi zavar is keletkezett. A képek a súlyos baleset következményeit mutatják. A vizsgálat során megállapítás nyert, hogy a balesetben érintett tartálykocsi Y25-ös forgóvázába beépített, 1976-ban gyártott kerékpár abroncsának leválása okozta a kocsi siklását. A kocsi fővizsgálatát 2001. november hónapban a Debreceni járműjavítóban végezték el, és akkor abroncsozták a balesetben érintett kerékpárt. A vizsgálat a járműjavítói technológiával összefüggésben hiányosságot nem állapított meg. A baleset vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a balesetet megelőzően a vonatnál utoljára Budapest-Ferencváros pályaudvaron tartotta kocsi vizsgálatot és fékpróbát. Megállapítást nyert, hogy a balesetben érintett kocsi a balesetet megelőző napokban három olyan állomáson pályaudvaron járt, ahol a szabályos kocsivizsgálat során a meghibásodást észlelni lehetett volna. A korábbi kísérletek és próbák tapasztalatai azt igazolják, hogy a kerékavroncs lazulás kezdete és a baleset között a kocsi jelentős utat tesz meg, ezért az induló vonat, az E12-es számú utasításban előírt vizsgálatával a baleset megelőzhető lett volna. A kocsik életkorának a növekedése a javítási ciklusidők megváltoztatása különösen fontossá teszi az induló érkező vonatok szakszerű az E12 számú utasításban előírt vizsgálatát, melynek során különös figyelmet kell fordítani a járművek futó és hordművére, fékberendezésére, valamint a közlekedő vonatok megfigyelésére.